Három generációval az egészségért néven nyílt új támogatási lehetőség, mivel az unoka, a szülő és a nagyszülő is érintett lehet a programban. A pályázat megcélozza a gyermek és felnőtt praxisokat, valamint a vegyes ellátást biztosító körzeteket is. A célok között szerepel a népegészségügyi feladatok hatékonyabb ellátása és a prevenció is. Növelni szeretnék az egészségben eltöltött évek számát, valamint felmérni a szív- és érrendszeri, a daganatos megbetegedések rizikófaktorainak és a gyermekek egészségi állapotát befolyásoló tényezőit. Korábban volt az úgynevezett svájci modell, aminek a tovább gondolása volt a múlt évben kihirdetett praxis közösségi pályázatok, amelyek elég sok kötöttséget tartalmaztak, és az én tudomásom szerintem egyébként sem nagyon sikerült elindulni senkinek sem ezen a praxis közösségi pályázaton, nagyon nehéz volt összerakni az elemeket. Finanszírozási probléma ma volt vele, illetve elég sok kötöttséget tartalmazott. És elég hamar zárásra is kerültek ezek a pályázati lehetőségek, és vártuk jó ideje, hogy esetleg újra nyílnak ezek a lehetőségek, hiszen számos kollega van, aki szívesen vállalkozik a mindennapi ellátás mellett többletfeladatok ellátására is, amennyiben arra lehetőség van. Most az év elején került kiírásra ez az új program. Ez picit a praxis közösségi pályázatok mintájára, csak azoknak talán a kötöttségeit egy kicsit kevésbé magánviselve. Az elhízás, a cukorbetegség, a tüdőrák mind népbetegségnek számít hazánkban is. A programnak köszönhetően ezek szűrésére és megelőzésére is nagy hangsúlyt fektetnek majd. Praxis közösségeket bármelyik háziorvos alakíthat, annyi a kötöttség, hogy legalább 5 háziorvosnak konzorciumban kell együtt dolgozni. Ez lehet vegyesen felnőtt és gyermekpraxis is. A program 5,8 milliárd forintos forrásból gazdálkodik, egy-egy közösség pedig akár 50 és 90 millió forint közötti támogatást is kaphat. Sok mindenre ad lehetőséget az eszközbeszerzés, tehát a szűrővizsgálatok segítését segítő eszközök beszerzésén túl, edukáció, szakemberek, praxisban nem dolgozó egészségügyi szakemberek, dietetikus, gyógytornász, egyéb más egészségügyi szakembereknek a bevonása, pszichológus bevonása, mint ahogy a korábbi praxis közösségi pályázatokban is benne volt. Igazából ebben egy picit nagyobb szabadságot ad a jelenlegi pályázat, mint a korábbi praxis közösségi pályázatok, legalábbis az első olvasatra számomra ez így jött le. Ezen lehetőségeken belül maga a praxis közösség, vagy hát konzorcium, a háziorvosoknak a szakmai közössége határozza meg azt, hogy milyen célokra allokálja ezt a rendelkezésre álló forrást. A korábbi előírásokhoz képest most az önkormányzatokkal sem kötelező együttműködni az orvosoknak, illetve az egészségfejlesztési irodák tapasztalatai is segíthetik a praxis közösségek pályázatát. Ami problémát okozhat, hogy az orvosok és az egészségügyi szakemberek száma is egyre csökken, ahogy a megyeszékhelytől távolodunk. Jelenleg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 20 betöltetlen praxis van, javarészt a Beregben.